Gyakorlatilag mi egy nagyon jó kezdeményezésnek tartottuk így az egész cégen belül ezt a kis tréninget, ami 3 napig tartott. Ez azért hasznos, legfőképp a szállodaiparban is, mert ugye a vendég minden részlegen lévő dolgozótól kérdezhet dolgokat. Kérdezhet a városról, kérdezhet a látnivalókról, és hát erre nekünk illik válaszolnunk igazából, és illik tudni mindent, amit a vendég kérdez, pont azért, hogy az itt lét alatt legjobban érezhesse magát, és meg tudja azokat a dolgokat is nézni, amiket ő eltervezett otthon. Mindenféle kérdéssel fordulnak hozzánk, elsősorban a recepciós kollégákhoz. Nyilvánvalóan érdekli alapvetően az embereket, azon kívül, hogy wellnessezésre és fürdésre jönnek elsősorban a városban, azért a nagy része a vendégeknek szeretné megnézni a helyi látnivalókat is, főleg az ismertebbeket. Nyilván van egy réteg, aki érdeklődik az olyan látnivalók iránt is, amit nem feltétlen ismernek, és gyakorlatilag a túra útvonalak is nagyon népszerűek, és sokan szeretnek elmenni, nálunk is van kerékpárkölcsönzési lehetőség, így szeretik ezeket is megismerni. Kocsis János előadása nagyon, nagyon érdekesre sikerült, és igazából nálunk már utána jelezték a kollégák, hogy csapatépítő tréning címszó alatt szeretnék kipróbálni a túraútvonalakat, és elmehetnénk együtt ezekre, úgyhogy ez szervezés alatt van, hát majd ha jobb idő lesz, akkor ezt meg is valósítjuk.